Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzák a bérlőket. A 8. kerületi Aréna Business Campus első épületét 2020-ban adták át, második épülete 2021-ben készül el. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és a legzöldebbek. Műsorunk a HRP Solar üzletágának támogatásával jött létre. Napelem projektek üzleti fogyasztóknak is. Akár 3 éves megtérüléssel a HRP Solar csapata és partnerei kivitelezésében. Ez a 10 éves lakásvásár Atos csatornán. Szeretettel köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban ingatlanfejlesztési nívódíjakról és díjazottakról lesz szó. Nagy örömünkre szolgál minden alkalommal beszámolni arról, hogyha elismerik a magyar építészetet, vagy egyáltalán az ingatlanfejlesztést. Ezúttal egy nemzetközi díj, a FIACI ingatlanfejlesztési nívódíj pályázat nyerteseiről, vagy érmeseiről lesz szó a műsor első részében. A másodikban pedig Gödöllőre invitálom Önöket, abból az alkalomból, hogy a Gödöllői Királyi Kastély, amelyet hívnak Grassalkovics Kastélynak, Sziszi Kastélynak is, egy nagyon izgalmas, érdekes turisztikai díjat kapott, méghozzá 5 csillagossá nyilvánították a kastélyt először Magyarországon. Ezt azért is hoztuk be ebbe a műsorba, mert a kastély, a Gödöllői Kastély már kapott FIACI nívódíjat, tehát ingatlanfejlesztési nívódíjat is, méghozzá nemzetközit is. Vendégem a műsorban Gönczi László, a FIACI magyar tagozatának elnöke. Szervusz, Laci! Szervusz, és üdvözlöm a nézőket! Igen, ha már szóba hoztuk a Gödöllői Kastélyt, amiről a műsor második részében esik szó, azért jó érzés nekünk, FIACI zsűritagoknak, hogy mások is elismerik azt a munkát, amit a mi zsűritagjaink is elismertek. Ráadásul 2 alkalommal, mert a Barokk Színház is, meg amikor kész volt a főépületnek a rekonstrukciója, akkor ez is első díjat nyert a FIACI Prix Excellence nemzetközi pályázaton. És most mondok még egyet, mert a Liget projekt, amely szintén díjazott a hazai FIACI zsűri, a legfrissebb információk szerint éppen a minap Dubajban az International Travel Awards díját adóján elnyerte Európa legjobb turisztikai fejlesztésének járó címet, amihez gratulálunk innen is a Liget fejlesztőjének, a Városliget ZRT-nek. Hát a Városliget ZRT-vel eleve nagyon szoros kapcsolatunk van, mert most már hagyományosan minden évben a legújabb fejlesztéseikkel elindulnak a magyar pályázaton, és utána a nemzetközi pályázaton is. Hát volt itt ugye a Magyar Zeneháza, volt a Raktár helyiség a Szabolcs utcában. A Csillagerőd. A Csillagerőd is volt, az is az övék, ugye. Az operát is ők csinálták. Hát remélem, hogy korábban elindulnak. Igen. Jó. Térjünk át a legfrissebb, vagy a legutóbbi nemzetközi versenyre, amelyen szintén jól szerepeltek a magyar ingatlanok. Azt lehet mondani, hogy éppen visszagondoltam, hogy ez a 3. legsikeresebb szereplése volt a magyar ingatlanfejlesztésnek. Miami-ban volt a FIACI kongresszusa, és annak az egyik fénypontja a FIACI World Prix Excellence gála vacsora, ahol 5 magyar érmet lehetett ünnepelni. Idén nem volt első díj, viszont 5 második díj. Előfordul az ilyen. Hát ugye szerencsére Andorába, azt hiszem, ha jól emlékszem, 4 első díjat sikerült elhozni, ez volt a legsikeresebb. Berlinben is több első díj volt. Nem állunk rosszul az idatokat. De ez nagyon-nagyon jól alakul, és Európában változatlanul a magyar ingatlanfejlesztés ezen a pályázaton a legsikeresebb. Mi azok ennek, Laci, mielőtt elkezdjük mondani a díjazottakat? Mi azok, hogy ennyire elismerik a magyar ingatlanfejlesztéseket? Hát több szempont létezik. Egyrészt azért egyáltalán nem mindegy, hogy
elindul-e egyáltalán valamelyik országból. Jó, de ha már ott vagyunk. De ha már ott vagyunk. És a világ minden tájáról. Hát azt lehet mondani, hogy idén két újabb országgal is bővült az eddigi több mint 30 országból szerzett díjaknak a képviselői. Olaszország és Grúzia, vagy Georgia, vagy Georgia, most már én nem tudom, hogy kéne mondani, nekem maradt Grúzia. Ők jelentek meg, és rögtön sikerrel. Tehát ez nagyon, nagyon szép eredmény. Mi az, amiben mi jók vagyunk? Mi magyarok? Miben vagyunk jók az ingatlan fejlesztésen belül? Az ingatlan fejlesztés egy nagyon komplex pálya, ahol nyilván az építészet ez egy nagyon fontos eleme, de a műszaki megoldások, a környezettudatosság, maga a sikere, tehát most üzleti értelemben egy ingatlan fejlesztés. Tudnék mondani magyar példát, csak nem akarok senkit megsérteni, de volt egy olyan irodaházak, ami építészetileg ragyogó, nagyon szép volt, egy kiváló tervezőnek a műve, és amikor beküldték a magyar pályázatra az adatokat, és a bérbeadottság nulla, azaz 0% volt, mondván, hogy várnak valamilyen nagy beruházás, befejezés, és akkor azoknak lesz majd az irodája, majd meglátjuk, de hát mint ingatlan fejlesztés, ez kész csőd. Hát igen, mert fejlesztés a végső eredménye az, hogy üzletileg is sikeres hát, legyen. Mert különben ott áll üresen, és csak viszi a pénzt, meg karban világos kell tartani. Most a lényegre térve... Nézzük meg, hogy kik nyertek akkor, hogy kik lettek második. Nagyon érdekes összetétel volt. Ami nekem az egyik kedvencem ebben a speciáltervnek a tiszatavi kerékpárút és hidaknak a fejlesztése. Ami, nagyon figyelemre méltó, igen. Ami azért érdekes, mert ilyen jellegű fejlesztés Magyarországról még nem ért el sikert. Nem. Mondjuk környezettervezési sikerünk volt, mert a szélkapu például igen. Éppen nemrég bekapott első díjat. A Nemzeti Banknak a pénzmúzeum, a Szélkármán téri pénzmúzeum irodaháza, ami egy nagyon szép fejlesztés, szintén második díjas volt. Bocsánat, vissza a Tiszatóhoz. Azért is érdekes, mert ez nem egy tipikus ingatlan fejlesztés, hiszen itt ugye kerékpárútról is szóval meg hidakról, de a híd is kvázi beletartozik ebbe a kategóriába. Hát gyakorlatilag ennek az egésznek a lényege az, hogy a Tiszató, mint egy mesterséges, de nagyságrendileg, a ugye Balaton után a második legnagyobb tavunk, annak a kihasználtsága, sokréti sport és rekreációs kihasználtsága ezzel egy nagyot fejlődött, hogy körbe lehet kerékpározni, tehát víz, meg a szabad levegő, meg a kerékpár, ez egy nagyon-nagyon jó kombináció, és ezt értékelték a nemzetközi pályázatok. És ugye az is lényeges, mert ugye van egy olyan szempont is, hogy milyen hatása van a környezetére, hát, ugye egy fejlesztésnek. Ez pont erről szól. Igen, pont erről szól, ki, hogy összeköti igen. A különböző elemeket, tehát az ember el tud menni oda, és nincs egy helyhez kötve, hanem körbe lehet kerékpározni. És növelheti az értékét a már meglévő ingatlanoknak is. Ez egy win-win szituáció. Jó. Most ami nagyon érdekes, és nekem szintén pozitív volt a Metrodomnak a Flatco apartmanháza, ami egy nagy hiánypótló, illetve hát első lépés, mert nagyon nagy hiány van a bérlakásokból. Ez kimondottan egy üzemeltetett bérházként szerepel, és nem állami beruházásként, hanem magánberuházásként, és én nagyon remélem, mert több olyan riportot hallottam már a különböző illetékesekkel felvett riportokban, hogy igenis ez egy program lehet, ami meg tudja oldani azt a lakás hiányt vagy krízist, hogy a fiatalok hogy tudnak egyáltalán elindulni az életbe. Piaci bérlakásokról van szó, igen, tehát nem igen, szociális igen. Alapú bérlakásokról. Nem szociális, de mégiscsak egy olyan lehetőség, hogy valaki jó, normális körülmények igen. Között kezdhesse meg, és nem egy albérletbe, aminek az ára majdnem ugyanannyi. Mennyire adják ki egyébként? Hát ezt inkább jó lenne tőlük megkérdezni, de minden esetre, mint gondolat és mint fejlesztés, abszolút, szerint igen. Abszolút pozitív. Támogatandó. A
a Hungexpo-nak a komplex fejlesztése is nagyon érdekes, és felkeltette a nemzetközi zsűrinek a figyelmét. Egyrészt a fogadóépület egy nagyon nagy, azon kívül pedig az a több célú funkcionális, tehát amelyik az a nagy terem, ahol különböző funkciót lehet elhelyezni, a színpad süllyed, emelkedik, tehát technikailag is egy nagyon érdekes létesítmény, és hát ilyen szempontból úgy érzem, hogy ez is egy nagyon jó. Az Atenornak a Váci Greens után egy újabb iroda komplexum fejlesztése. Érdekes, hogy mindig nyernek egyébként. Mindig hoznak haza valamilyen. Mindig. A magyar pályázaton is nyertek, és utána a nemzetközi is sikerült. Nyilván, mert... A fejlesztés minősége azt hiszem az, ami hát itt több szempont is érdekes. Egyrészt az, hogy ők zöldbe gondolkoznak, tehát környezettudatos, ami egy nagyon fontos szempont, ez náluk tényleg elég előtérben van. A hely az egy érdekes hely, nekem személyes kapcsolatban annyi van, hogy a mögötte levő lakóparkot a feleségem tervezte még annak idején a Százados úti. Jó ismered a területet. Ez volt az első lakópark egyébként igazából. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha első díjat nem is sikerült elhozni, de azért öt második hely, azért az nagyon, nagyon gratulálunk szép. Gratulálunk a győzőknek mindenképpen. Én is ezúttal is szeretnék még egyszer gratulálni, és ugye az az elképzelésünk, hogy idén ez most már 25. Nívódi pályázat, 1997-ben még veled kezdtük el annak idején, és a Gerő Péterrel, hogy róla is megemlékezzek, és hát 25 év azért akárhogy is egy negyed század. Nagyszabású ünnepségre lehet készülni, hát, ugye? Ugye én nagyon szeretném, és nagyon remélem, hogy sikerül is összehozni. Amikor a 20. jubileumot ünnepeltük, akkor is egy kétnapos rendezvényt szerveztünk, aminek az első napja annak idején egy European Presidents, tehát a FIAPSZ Európai Elnökeinek az ülésével kezdődött, és akkor a Ferencvárosi Tombrehabilitációt és a Korvin sétányt mutattuk be. Hogy idén mit fogunk bemutatni, azt még nem tudom. Még nagyon-nagyon cseppfolyos a dolog, mert hát támogatásra is lenne szükségünk, amit nagyon nehezen tudunk megszerezni. Sajnálatos módon a költségek borzalmasan elszálltak. Hát ezt tudjuk, igen. Tehát a program az első nap délutánján szeretnénk egy bemutatót tartani a magyar ingatlanfejlesztéseknek a legújabb tendenciáról. Hát van mit bemutatni, ezen kívül pedig a FIAPSZ-ban van egy ilyen trade mission nevezető dolog, amikor a külföldiek egy-egy országba látogatva megismerik, hogy ott mi történik, és milyen lehetőségek vannak esetleg a közös fejlesztésekre és egyebekre. Éppen ma volt egy online meetingünk, ahol mindenkit meghívtam az európai elnökök közül, és kértem, hogy érjük el tényleg azt a 30-40, ugye a 20-nál több mint 40 külföldi résztvevő volt. Egy kicsit más lesz a program, mint szokott lenni a díjátadó esetében. Ugye először is a külföldieknek a helyszíni látogatást is szervezünk, hogy mit fogunk még bemutatni, ez is most még alakul. Én már nagyjából tudom, de amíg nem végleges, nem akarom elmondani. A programot szerintem most nem mondjuk el, következő alkalommal majd elmondjuk. De amit el akarok mondani az, hogy egy kicsit más lesz a maga díjátadó, inkább egy visszatekintés. Tehát online szavazás alapján szeretnénk megjutalmazni, vagy kimutatni, hogy melyik volt a legjobb irodaház, lakóépület, kereskedelmi létesítmény, és így tovább. Izgalmas és így tovább. Lesz. Izgalmas lesz. Még egy mondat. Igen. Mondjad. Ami egy kicsit tényleg megmutatja azt, hogy gyakorlatilag az ingatlanfejlesztési nívódi pályázat a magyar ingatlanfejlesztés
kezdetétől tartó teljes történelmet fel tudja mutatni. Igaz kiállítás lesz. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad mindezt. Várjuk a jelentkezőket, még lehet nevezni a pályázatról. Ugye? A pályázatot meghirdettük, és a beadási határidő szeptember, tehát még ha valaki már visszajött a Balatonról, vagy a tengerpartról, még nyugodtan össze tudja rakni. Laci, nagyon szépen köszönöm, jó hírekkel gyere máskor is. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm, maradjanak velünk, mert most, ahogy említette, a Gödöllői Királyi Kastélyba látogatunk el. Ne lepődjenek meg, mert a következő bejátszás az egy musicalből lesz, az Elizabethből, méghozzá Sissi egyik híres dala, amit Jan Zakata énekel, hát kapcsolódik a Gödöllői Kastélyhoz. Barát, az felér most bármivel. Én megyek, ha viszel, és vagyok, ha bármi kell. Csak ne kérd, hogy úgy éljünk, mint rég. Az már nem én lennék. Ha megér, mit szépnek látsz ma még, az holnap már nem lép. Eltűnik bármi vagyok, az idő nékem dolgozik. De ne zárd, de kérlek, az nem volna élet, az már nem én. Csak ennyi, azokat hallották egy bejátszásból, az Elizabeth című musicalből énekelt egy részt. Nem véletlenül, mert bár egy musicalt hallottak, de ez egy ingatlan műsor. Ezért hívtam meg a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatóját, dr. Újvári Tamást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Örülök, hogy elfogadta meg kívásunkat. Több okból is. Egyrészt azért, mert számomra is nagyon kedves a Gödöllői Kastély. Nem csak azért, mert a Fiamci zsűri tagjaként, ugye ez a nívadi pályázat, ingatlan felettes nívadi pályázat, többször díjaztuk, sőt nemzetközi díjat is kapott, de hát azért ez egy különleges világ, egy különleges barokk kastély, a legnagyobb Magyarországon, és ezt vezeti ön most már egy jó ideje. Milyen érzésekkel? De hogy az apropónk mi igazából, ugye kaptak egy olyan díjat, elismerést, újabbat, ami mindenképpen felkelti a érdeklődést, a figyelmet, vagy tovább növeli az érdeklődést. Abban a tisztességben van részem, hogy 7. éve vezethetem a Gödöllői Királyi Kastélyt, ami számomra valóban a legcsodálatosabb épület és intézménye világon. Maga az épület is fantasztikus, hiszen 300 év magyar történelme elevenedik meg ott a falakon, és magyar művészete is egyben. És egy picit európai története és európai művészete is, de a körülötte elterülő kastélykert az a 26 hektáros történeti park, ami gyakorlatilag átöleli ezt az épület együttest, teszi aztán igazán varázslatossá és különlegessé a helyszínt. Igyekszünk a helyhez illő módon a szolgáltatásokat a látogatók felé nyújtani, és úgy fogadni őket, ahogy annak idején Gödöllő népe Erzsébet királynét, Sziszit fogadta. Igen, hiszen erről is híres ez a kastély. Ugye? Szokták mondani Grassalkovics kastélynak, Sziszi kastélynak, de a hivatalos neve a Gödöllői Királyi Kastély. Igen, 1867 óta Gödöllői Királyi Kastély a hivatalos nevünk, ekkor Erzsébet királyné és Ferenc József magyarországi koronázására a magyar nemzet ajándékként ajánlotta föl a használatát az épületnek a királyi pár számára. A Grassalkovics név az a legelső név, hiszen az 1730-as években Grassalkovics Antal gróf építette, kezdte el építeni ezt a csodálatos épület együttest. És
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy talán tényleg megfelelünk annak a történelmi hagyománynak, annak a királyi vendéglátásnak, ami jellemzi az épületnek a történetét, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség létrehozott egy védjegyrendszert, melyen belül külön a kastélyokat is fölmérik, és az első, hát mondhatjuk viccesen, 5 csillagos kastély Magyarországon, mint turisztikai attrakció, az a Gödöllői Királyi Kastélye. Nem is annyira vicces egyébként, ez egy nagyon fontos besorolás, azt gondolom, ami nem volt még Magyarországon. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vendégek, a látogatók, hogyha kiválasztanak egy helyszínt, akkor legyenek olyan mértföldkövek, legyenek olyan kapaszkodók a vendégnek, amikor nem kell gondolkodnia, hogy ott jó szolgáltatást fog-e kapni vajon, avagy sem. Az összes ilyen védjegyrendszer erről szól, és nagyon szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy elindult a turisztikai attrakcióknak a minősítése. Elsőként a látogatók a Gödöllői Kastély kapcsán lehetnek bizonyosak abban, hogy bizony egy nagyon komoly szempontrendszer alapján szigorú zsűri ellenőrizte azt, hogy mi megfelelünk-e a látogatói elvárásoknak ma a 21. században, és ez nem csak egy magyar szempontrendszer, hanem olyan szemüveggel is vizsgálták a kastély szolgáltatásait, hogy a nemzetközi turizmusban, a nemzetközi piacon is megfelelőek vagyunk-e. Ez egy szakmai zsűri egyébként? Ez egy szakmai zsűri, elsősorban turisztikai szakemberek vizsgálják. Mik a szempontok, a legfontosabb szempont? Folyamat az úgy indul, hogy a maga helyszín elkészít egy önértékelést, itt közel 200 kérdésre kell választ adni. Ezek nagyon szerteágazó kérdések, egészen onnantól, hogyha otthon valaki eldönti, hogy szeretnék ellátogatni egy helyszínre, akkor mondjuk elérhető-e több nyelven az információ, hogy mikor van nyitva, mennyibe kerül, hogy lehet oda menni, ezek kellően friss információk-e. Hogyha különböző internetes keresőkbe beírja az adott helyszínnek a nevét, akkor megfelelő találatok, tartalmak jönnek ki. Nem lesz-e az, hogy fals információ van a nyitvatartásról például. Nagyon elérhető egyébként a kastély. Nagyon elérhető, igen. Ezen nagyon sokat dolgozunk. Bárhogy üti be az ember, mindig kijön. Hát igen, és ami egyébként nem annyira egyszerű feladat, ezt tegyük hozzá, hiszen... Jó informatikus kell hozzá. Jó informatikus, jó marketinges kollégák kellenek hozzá, hiszen a mai világ az arról szól, hogy én, mint látogató teszek értékelést a helyszínekről, és én, mint látogató is tehetek hozzá információkat, vagy vehetek el. És a látogatók mindig többen vannak egy ilyen helyszínnél, mint maga a helyszín gazdája, vagy annak marketing munkatársai, informatikusai, hogy bizony sok munka van a mögött, hogy megfelelő tartalommal találkozzon a vendég, hogyha elkezd ránk keresni. Egyébként csak egy fél mondat, hogy ugye az uniós csúcsot is itt tartották, és nem véletlenül. Erre a legbüszkébb talán a magyar kormány is. Igen, 2011-ben az első Európa tanácsi magyar elnökség idején a Gödöllői Kastély volt a kiemelt helyszíne a miniszteri szintű tanácskozásoknak, ugye 2 kivételével az összeset a Gödöllői Kastélyban tartották. 2011 fél évében nehezen jutottak el hozzánk a látogatók, már igyekeztünk ezt az információt megfelelő módon eljuttatni hozzájuk, hiszen valóban Európa vezető politikusai használták a Gödöllői Kastély tereit, de ez se új keletű, hiszen az elmúlt 300 évben jellemző volt, hogy a kastélyt diplomáciai rendezvényekre, protokollfogadásokra is használták, tették ezt a Grassalkovicsok, például Mária Terézia magyarországi látogatása kapcsán, Ferenc József idején gyakorlatilag Európa összes uralkodó családja megfordult a Gödöllői Kastélyban, de a két háború között is Horthy Miklós kormányzó idején gyakorlatilag Európa eljárt Gödöllőre. Irigylem önt egyébként, megmondom őszintén, mert azt hiszem az egyik legszebb épületben vagy épületegyüttesben dolgozhat, fantasztikus történelmi légkörben, azt gondolom, és ezt kell tovább ápolniuk. Ez egy ingatlan műsor, ugye mindenképpen kíváncsi vagyok arra, hogy milyen fejlesztések várhatók még. Ugye egy ekkora építményt, meg a parkot is beleértve, azért igencsak gyakran kell megújítani. Ahogy vége az egyiknek, kezdődhet a másik fele. Hol tartanak most? Beszéltünk arról, hogy a Gödöllői Kastély a legnagyobb alapterületű barokk kastély Magyarországon. Az egybeépített épületnek, tehát a fő kastély épületnek 17.000 négyzetméter a tetőfelülete. Emellett még a melléképületeknek is több mint 10.000 négyzetméter, tehát
hatalmas felületekről beszélünk, a legtöbb helyen háromszintes az épületállomány, és gyakorlatilag nem lehet a végére érni. Ráadásul ugye a rendszerváltoztatás előtti szerencsétlen hasznosítás utáni felújításnak sem értünk a végére. Ugye a kastélynak a fele az, ami felújítódott, a másik fele még mindig romos életveszélyes. Nagyobb fejlesztések, látványos romok eltüntetések az elmúlt években sajnos nem történhettek. Ugye az uniós források hiánya az bizony a kastélyon is meglátszik. Hát meg előtt, hogy a Covid is, tehát sok és a Covid időszak sem, volt. Illetve a háborús helyzetet igen, is igen. Folyamatosan érezzük a bőrünkön. Ez egyébként még a látogató számon is meglátszik, igen. Hiszen tengeren túlról, ugye, hogyha ránéznek a térképre, a Gödöllői kastély kevesebb, mint 200 kilométerre van az ukrán határtól. Ez mondjuk egy amerikai turistának olyan távolság, amit munkába járásnak tesz meg. Úgyhogy bizony nagyon sok a tengeren túli lemondásunk, és ez a fejlesztéseket, felújításokat is nehezíti. De a már felújított épületrészekre is folyamatosan kell vigyázni, folyamatosan kell fejleszteni. És ezt viszont mi nagyon becsülettel tesszük, ezt őszintén mondhatom. A tavalyi évben például a tetőszerkezetnek a 6%-át sikerült megújítani. Ez óriási munka volt, amit sokszor úgy kellett megtenni, hogy a látogatók ne érezzék, hiszen a kastélynak tavaly is volt 235 ezer múzeumlátogatója, több mint 300 rendezvényt bonyolítottunk le, esküvőket, koncerteket, színházi előadásokat, tehát él a helyszín, folyamatosan rendezvények és látogatók vannak benne, tetőt úgy kell cserélni, úgy kell javítani, hogy ezt a látogató ne érezze. Vagy például a parketta. Azt szoktuk mondani, hogy bár hatalmas a Gödöllői kastély, de mégiscsak családi háznak épült. Tehát arra szolgált, hogy egy családot kiszolgáljon, meg a személyzet hozzátartozott. Ma már nem így használjuk, ugye több százezer ember használja az épületet, és a 2-300 éves parkettát ez nagyon megviseli. Úgyhogy folyamatosan dolgozunk például a kastély parkettáin is. Mekkora összegről van szó, ami a felújítást, a teljes felújítást illeti? Ez több 10 milliárd forint, mire az egész kastély épületegyüttest és a 26 hektáros parkot revitalizáljuk. Éves szinten olyan 150-200 millió forint, amit csak az épületre költünk el. Ez idei évben is így történik, a tavalyi évben ennél még egy picit nagyobb összeget is sikerült elköltenünk. Egy kis személyes dolgot a vége fele engedjen meg. Ugye azt mondta, hogy 7 éve vezeti a királyi kastélyt, amely még egyszer gratulálok hozzá az 5 csillaghoz. Köszönjük szépen. Először Magyarországon. Milyen érzésekkel lépett be először? És hogy, ha jól tudom, a pályája azért ott indult, de nem igazgatóként. Abban a szerencsében volt részem, hogy amikor megnyitott a Gödöllői kastély, akkor én érettségi előtt álló fiatalember voltam, és egy német speciális osztályba jártam gimnáziumba, tehát elég jól beszéltem akkor már németül. És kerestek a kastélyba olyan fiatalokat, akik a német vendégeket kalauzolják, vagy teremőrködnek, vagy mondjuk csapolják a sört a díszudvaron. Csak nem én voltam. Én kaptam az alkalmon, úgyhogy életem legjobb állása az volt, hogy a Gödöllői kastély díszudvarán egy nyáron keresztül jégkrémet árultam és sört csapoltam. Így lesz, hogy a csapos közben szól, és igazgató lesz. És aztán előbb-utóbb igazgató lesz, tehát végigjártam a ranglétrát, és azt gondolom, hogy így dolgozni ezen a helyen, hogy ismerem az utolsó sarkot is, hogy végignézhettem számos fejlesztést, hogy láttam, hogy hogyan lesz egy romos részből ismét felújított csoda és egy csillogó égkő, hogy tapasztalhattam azt, hogy mit jelent egy vendégnek letenni az asztalra a kávéját, és mit jelent ugyanezzel a vendéggel pár évvel később egyenrangú partnerként tárgyalva beszélgetni. Ez azért elég felemelő érzés, nem lehet megszokni az embernek, hogy ilyen csodálatos környezetben dolgozik. Beszélgettünk adás előtt, áruljuk el ezt a titkot, hogy mennyire sokat ad hozzá az ember életéhez az épített környezet. Igen. Ez a fantasztikus kastély, ami azt gondolom, hogy a magyar műemléknek, a magyar építészetnek valóban egy égköve, ez megszokhatatlan munkahely az ember számára, minden nap, minden percben rácsodálkozik az ember, amikor végig sétál a termeken. Még nagyon rövid személyes kérdés, melyik korban élne ebben a kastély élettartamát illetően? Én a mostani korban élnék, mégpedig azért, mert van szerencsénk alkotni. Van szerencsénk a romokból újat varázsolni, van szerencsénk... Visszavarázsolni a régit. Visszavarázsolni a régit,
van szerencsénk megmutatni az embereknek, a nagy közönségnek ezt a csodát, hiszen tényleg ez egy szűk család számára épült, illetve egy szűk család, a királyi család használta, vagy később a kormányzói család, és csak a meghívott vendégek jöhettek be, most pedig arra van lehetőségünk, hogy százezreknek mutassuk meg, hogy milyen építészeti, művészeti, képzőművészeti csodák várják Gödöllőn az embereket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és arra invitálom talán önnel is a nézőket, hogy látogassák a kastélyt, mert gyönyörű, rengeteg csodálnivaló van benne. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek a figyelmet, legközelebb egy hét múlva találkozunk itt a lakásvásárban, amely már 10. éve látható itt a 6-os csatornán. Viszontlátásra! Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzák a bérlőket. A 8. kerületi Aréna Business Campus első épületét 2020-ban adták át, második épülete 2021-ben készül el. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és a legzöldebbek. Műsorunk a HRP Solar üzletágának támogatásával jött létre. Napelem projektek üzleti fogyasztóknak is. Akár 3 éves megtérüléssel a HRP Solar csapata és partnerei kivitelezésében.